Épp szereltem az előbb a kamerát, és megállt itt egy csaj kocsival, az küldött két puszit, aztán tovább mennek, mondott valami spanyol, de nem értettem. Most értem fel egy domb tetejére, 500 méter magasra, és elég könnyen ment, annyit történt, hogy leizottam, mint a gép. Mexikó, Kalifornia félszigete, Loreto városától tartunk délre. Pár száz kilométer, aztán 300 kilométer választ el. La Paztól, ahonnan majd kompa fogunk tovább menni a főszigetre, Mazatlán nevű városba, Mexikóba. És az utóbbi pár nap nagyon jól sikerült, mert volt egy... Utána visszatértem a egy hónapos Los Angeles-i lazulásból, úgymond luxus életből a nomád életbe. Az elején nagyon nehezen ment, főleg, hogy végig sivatagon kell átmenni, és ritkán vannak települések, és nagyon dombos és hegyvidékes ez a terület. Ráadásul hozzánk csapódott még két ekvadori versenybringás srác, akiknek harmadannyi súlyú kerékpárjuk van, mint nekünk, az összfelszerelést is beszámítva, mint a miénk. És Ádám is mindig gyorsabb nálam, meg ráadásul ez a két csávó is úgy megy, mint a rakéta, és pár napja mentünk a pár nap eltelt, amikor elkezdtük ezt a sivatagi részt, és el voltam szontyolva, mert megint szokás szerint utolsóként kullogtam, hátul más tudtam, hol vannak a többiek, mindig rám kell várni, és ez így először így tök negatív gondolatok jelentek meg bennem, mert fáradt is voltam, mint a gép. És először elkezdtem a többieket okolni, majd így magamat szidni, hogy miért nem vagyok gyorsabb, meg hogy lehetnek negatív gondolataim. Nagyon érdekes érzelmi űrutazásba kerültem bele, és jólantok ezzel úgy elszomorodtam, hogy szinte már könnyeim is megjelentek, és ebben a szomorúságban az volt a jó, hogy tisztának értem meg. Nagyon szerettem akkor szomorúnak lenni, és pont ezt kívántam, hogy legyek tisztább, meg legyen tisztább gondolataim is, és fel tudjam venni újra a kesztyűt újabb kihívásokkal. És innentől kezdve, hát nem, most sötét van. És innentől kezdve ez volt kb. Egy hete, vagy talán hát kb. Egy hete lehetett. Minden nap sokkal motiváltabban kelek fel, és elterveztem, hogy ezt az utolsó szakaszt, ezt a, hát én nem tudom, remélem, 9 hónap múlva otthon leszek, vagy még hamarabb nyár végére jó lenne. De elterveztem, hogy úgy szeretnék hazaérni, hogy a legtudibb testi, lelki, szellemi állapotomba érek haza, ami lehetséges, és ami volt az életem során a legjobbat szeretném most kihozni magamból. Megint árnyék van, ez gyönyörű helyeken megyek amúgy. Így nyúl Adi bácsi. Három, kettő, egy, súgy! És azóta így sokkal motiváltabban kell, már 6-kor mindig kidob az ágy, vagy a matrac, amin fekszek a sátorban, és egyből nyomatom meditálásokat, meg nagyon odafigyelek most, plusz energiát, meg fókuszt teszek abba, hogy csak teremtő gondolataim legyenek. Mindig azt gyakorlom, hogy minél több percekig kitartsam a teremtő gondolataimat. És úgy tűnik, hogy a legfontosabb dolog, amivel változtathatunk az életünkön, az nem más, mint egy erős szándék. Egy szándéknyilatkozat, amit ki kell mondani, hogy igenis szándékomban áll változtatni is. És többé válni. És küzdeni azért, hogy amit szeretnék elérni az életemben. Ami belülről jön, több boldogság és több jelenlét legyen az életemben. És leginkább ne a negatív gondolataim
legyenek túrára, vagy tudom, amik így tök lehúznak. Szeretnék képessé válni, hogy többet tudjak teljesíteni, és több boldog pillanatot megélni minden nap. Azóta nagyon oda teszem magam, és csomószor előfordult, hogy úgy estem be az ágyba, hogy... Lovak. Lefeküdtem a matracomra, és következő pillanatban már aludtam is. És nagyon el szoktam fáradni, mert bőven a határaimon felül teljesítek gyakran. És meg is van már az eredménye, pedig már csak, még csak egy hét telt el. Azóta, mióta ezt elkezdtem. Jobban megy a teljesítmény. Jobban tudom tartani a tempót a többiekkel. Ott egy madár. Nagyon fontos szerepet tartok annak, hogy hálás legyek mindazért, ami megadatott nekem. Van kezem, lábam, van biciklim, vannak szüleim, hogy utazok, hogy még egy újabb napra ébredtem föl. Vannak barátaim, és itt vagyok a természetben. És ahogy ezzel a hálával foglalkozom, és nap mint nap több, hát ennyit, egy 10 percet legalább ezzel el szoktam tölteni. Meg napközben is gyakran ezzel szórakoztatom magam, hogy a hálát adok az életnek, hogy milyen csodaszép. Hogy ennek köszönhetően is átformálódik a gondolataim struktúrája. És sokkal több pozitív gondolatom van, és könnyebben telnek a napjaim ezek ennek köszönhetően, hogy ezt gyakorlom. És ebből az következik, hogy hatással tudunk lenni a gondolatainkra, és igenis tudjuk szépíteni, nemesíteni az egész életünket azáltal, hogy oda tesszük magunkat, és dolgozunk rajta. Ahogy Arnold Schwarzenegger mondaná, work your butt off!